A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Percermold Technikum, szakképzőiskola és kollégiumot fogjuk meglátogatni. Gyere velünk! Jobbra az iskola épülete, balra a kollégium látható. A két épület mögött található a park. Az iskolánkban tanulhatsz technikumban és szakképzőiskolában. A technikum 5 éves képzés, érettségivel és technikus szakképzettség megszerzésével zárul. Informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus. Adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. Kereskedő és webáruházi technikus. Megrendeli a szállítótól a termékeket, szolgáltatást, bejövő termékeket, vagy szolgáltatást átvesz, minősít. Kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel. Megrendelést fogad, visszaigazol, reklamációs eseteket kezel. Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez, marketing és PR tevékenységet végez, koordinál. Bor- és pezsgőgyártó technikus. Ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatsorát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. Ismeri a borászati termékek előállításának vertikumát, a must kezelésétől az egészen forgalomba hozott, palackozott borig. Jártas a pezsgőgyártási technológiákban, tisztában van a szőlőtermesztés borászati, gazdálkodási alapismereteivel, a borturizmus, a biogazdálkodás, a helyi bor értékesítés és az adminisztráció szabályaival. Gépésztechnikus. Részt vesz a gyártóeszközök, gépek, berendezések tervezésében, gyártásában. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a gyártáshoz szükséges automatizált gyártóberendezések beüzemelésében. Gondoskodik a gépek berendezések karbantartásáról és javításáról. Szakképző 3 éves szakmai képzéseink. Ipari gépész. Olyan ügyeskező tanulókat várunk, akik szeretnek gépeket szétszedni, szerelni, hiszen az ipari gépésznek feladata a leendő munkahelyükön, hogy biztosítsák az adott munkagépek zavartalan működését. Gépi és CNC forgácsoló. Olyan fiataloknak ajánljuk, akik szívesen hoznak létre új alkatrészeket, munkaeszközöket, hagyományos és számítógéppel vezérelt forgácsológépeket és megmunkáló központokat használnak munkájuk során. Mechatronikus karbantartó. Komplex gépek, berendezések és rendszerek szerelésében, karbantartásában dolgozik, a különböző gépek, berendezések, robotok vezérlését tervezi meg és kivitelezi, illetve ezek hiba elhárításával és javításával foglalkozik. Villanyszerelő. Fogyasztásmérő helyet alakít ki. Elosztó berendezést, erős áramú és épületinformatikai vezetékhálózatokat, világítást, szebb berendezést és készülékeket, épületvillamos berendezést, készülékeket javít és karbantart. Kereskedelmi értékesítő. Tanulmányai során megismerkedhet élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazásával, műszaki cikkek, ruházati, vegyesipar cikkek értékesítésével. Megtanulja a képzés során a díszcsomagolás fortéjait, valamint a vásárlókkal való helyes viselkedési formát. A nálunk tanult diákok államilag támogatott ösztöndíjban részesülnek, az ösztöndíj mértéke tanulmányi eredménytől függően növekszik, avagy csökken. Nem kap ösztöndíjat az a tanuló, akinek igazolatlan hiányzásai meghaladják a 7 órát, valamint megbukik fél évkor vagy év végén. A duális képzésben tanuló diákok az ágazati alapvizsga sikeres teljesítése után a gyakorlati képzéseiket külső gazdálkodóknál, üzemekben, boltokban, borászatokban végzik, melynek keretében tanulói munkaszerződést kötnek a tanulókkal, ami további juttatást biztosít. Az ágazati alapvizsgát technikumban 10. év végén
szakképzőben 9. év végén kell teljesíteni. A szakképzőiskola elvégzése után lehetőség van 2 éves érettségit adó képzésre, amely csak a szakmai bizonyítvánnyal rendelkezőknek lehetséges. Kollégiumunk műemléki jellegű épületben található, Mór belvárosában, az iskola közvetlen környezetében. A diákok elhelyezése 2, 4, illetve 6 ágyas szobákban történik. A kollégiumban található társalkodó, teakonyha, ifjúsági szoba. Külön fürdő a fiúk és lányok számára. A szabadidő hasznos eltöltésére különböző szakkörök kerülnek megrendezésre a diákok számára. Például főző, túra, játék és film szakkörök. A kollégisták különböző összejöveteleket tartanak, például karácsonyi, farsangi bulik, kerti partik. Sok szeretettel várom mindenkit intézményünkben, jövő szeptemberben találkozunk. Sziasztok!